Ez szerint a kerékpáros térkép szerint számos kiépített kerékpárút vagy kerékpársáv van a megyében. Az egyik turisztikai szempontból is jelentősnek számító szakasz a Nyíregyháza-Tokaj útvonal, amelyet 2017-ben adtak át. A települések összekötéséből akkor hiányzó 21,5 km hosszú szakasz kiépítése egy közel 3 milliárd forintos beruházás volt. Ezt azóta is előszeretettel használják a kerékpárosok. 2018-ban és 2019-ben több ezer fős bringa pikniket is szerveztek erre az útvonalra. De a megyében más településeken is épülnek folyamatosan kerékpárútak, Tavaly például Vásárosnamény és Kisvarsány összekötése valósult meg egy több mint két kilométeres bővítéssel, 350 millió forintból. Idén pedig többek között a Nyírbogát, Kisléta és Mária Pócs közötti több mint 500 millió forintos szakaszon dolgoznak a szakemberek. E turisztikai beruházás által összeköttetés létesül a 471-es főútvonal mellett kiépült Debrecen-Szatmár-Németi kerékpárút Hálózat és a Mária Pócsi nemzeti kegyhely között. Azonban, ahogy egyre több a kerékpárút és a kerékpáros úgy nő a balesetek száma is, Magyarországon a második legveszélyesebb közúti járműnek számít a kerékpár. Az Európai Unióban a halálos balesetek átlagosan 8%-át szenvedik el kerékpárosok. Hazánkban az átlagnál rosszabb az arány, Magyarországon 12%-ot mutat ez a statisztika. Ráadásul minden ötödik balesetben érintett a kerékpáros, a legtöbb esetben az elsőbség meg nem adása okozza a problémát. Ezért a nyári időszakban gyakrabban ellenőrzi a rendőrség a bringásokat. A főkapitányságunk területén célzottan, kifejezetten kerékpárosok ellenőrzésre szervezett akció is akcióval is találkozhatnak a, a közlekedésben résztvevők. Egy kerékpáros ellenőrzés során ugye ellenőrzik a járművet, ugye magát a kerékpárt, hogy a kötelező felszerelések, világító, fényjelző berendezések rendelkezésre állnak-e. Ugye a láthatóság nagyon fontos egy esti, éjszakai közlekedésben, és ellenőrzik a kerékpárost is. Ez főleg az alkoholfogyasztásra vonatkozik. A szabályok ugyan megengedik, hogy valaki alkoholfogyasztása után kerékpározzon, de ha az ellenőrzés során a rendőr úgy ítéli meg, hogy a kerékpáros alkalmatlan a biztonságos közlekedésre, akkor szabálysértési eljárást indíthat ellene. A kerékpárosok biztonságát befolyásolja a számukra kijelölt utak minősége is, ezért a Magyar Kerékpáros Klub idén májusban 19 megye 50 települését érintő javaslatot készített el és nyújtott be a magyar közút ZRT-nek megyénkben újrafestést és forgalomcsillapítást kezdeményeztek Nyíregyházen a Hunyadi és a Pazonyi úton, Máté pedig a 24-es főút belterületi szakaszát érinti a javaslat, ahol a közlekedési felületek újraosztását tűzték ki célul. A magyar közút az említett javaslatra megkeresésünkre írásban a következő választ adta. Ahogy más esetekben a klub legutóbbi javaslatait is megvizsgáljuk szakmai közlekedés biztonsági műszaki és üzemeltetési oldalról is, ugyanakkor még nagyon korai a szervezet által összeállított ötletek kiértékelése, bár nagyon egyszerűnek tűnő javaslatokról van szó, a közlekedés valamennyi résztvevőjének maximális biztonsága érdekében, forgalom szervezési oldalról is elengedhetetlen a részletes szakmai vizsgálat.